Köszöntöm a TV Budakalász nézőit, ez a Kultúrcseppek. Mai adásunkban megnézhetjük együtt, hogy milyen volt a Semmelweis nap, ki kapta az idei díjat, illetve azt is megtudhatják, hogy Budakalászon, a faluházban milyen nyári táborok lesznek az elkövetkezendő időszakban. A közelmúltban az egészségügyben dolgozókat ünnepelték a faluházban Semmelweis nap alkalmából. Átadták a budakalászi polgárok egészségért díjat a közelmúltban Semmelweis nap alkalmából a Kóskároly Művelődési Házban. Az ünnepségen többen kaptak elismerést az egészségügyben eltöltött több évtizedes munkájukért. Köszönet, virág, elismerések Semmelweis nap alkalmából Budakalászon. Az esten zenés összeállítással is készültek a szervezők, amit Solti Ádám előadó művésztől hallhatott a közönség. Az eseményen jelen volt a város vezetése mellett a képviselőtestület több tagja is. Mai nap ünnepeljük a nem csak az egészségünkért tevőket, hanem a prevencióban résztvevőket, végülis az is az egészségünkért van, a bölcsődei dolgozóinkat, és az orvosainkat, ápolónőinket, védőnőinket, mindenkit, aki valóban a gyermekeinkért értünk, dolgozik a városban. Budakalász sportos városnak mondja magát, és a sport azt gondolom, hogy az egészségnek egy része, nagyon fontos része. Azon túl viszont azt gondolom, hogy aki Budakalászon velünk él egy ideje, láthatja, hogy sokat teszünk azért, hogy meg tudjuk óvni az egészségünket. Gondolok itt egy új egészségház építésére 2013-ban, vagy gondolok az a rendszeres szűrővizsgálatokra, amiket az egészségklubbal karöltve finanszíroz az önkormányzat, és próbáljuk a budakalászékat arra kérni, buzdítani, hogy ezen vegyenek részt. És ugye van ez a szív- és érrendszeres szűrés, ami 2010-ben kezdődött, és a utókövetés épp a napokban tart a végső lezárással. Én azt gondolom, hogy aki Budakalászon szeretne törődni az egészségével, az megtalálhatja azokat a szervezeteket, akár az önkormányzat, akár az egészségklub tekintetében, akikre támaszkodhat, és hogyha úgy gondolja, hogy törődni akar az egészségével, akkor tud is törődni. És a legkisebbekre is gondol a város, hiszen most már nekik is különleges egészségvédelmet biztosítanak. Valóban, remélem, hogy nagyon sok szülőhöz el fog jutni a mi felhívásunk. A képviselőtestület elég jelentős összeget különített el arra az oltásra, ami ugye a nagyhátrányú gyulladás elleni oltás megelőzésére szolgál. Ez egy 4 millió forintos összeg, és bízom benne, hogy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Itt mi nagyon kedvezményes összeget kialkudva a gyártótól, azt is megfelezve tudjuk a lakosoknak ezt kínálni. Úgy látom, ahogy írom alá a szerződéseket, hogy elég sok budakalászi polgár, budakalászi szülő tartja ezt nagyon fontosnak. És végezetül, polgármester úr, mit tesz az egészségéért? Egy polgármesternek egy stresszes az élete. Van 2 pici gyermekem, akik igyekeznek engem fitten tartani. Épp most is onnan jövök, hogy rohangáltam utánuk, mert az egyik a kert egyik végében, másik a kert másik végében. Jelen pillanatban most a gyermekeim azok, akik fitten tartanak. Régebben többet mozogtam én is valóban, ezt majd jó lenne kicsit később erre újra visszatérni, nagyobb bocskák lesznek a gyermekeim. Most egyre a gyermekeim azok, akik engem karban tartanak. Az ünnepi műsor elején Benkó Attila, a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd a város polgármestere mondta el gondolatait az eseménnyel kapcsolatban. A mai ünnepségünkkel szeretnénk köszönetet mondani a településen szociális ágazatban az egészségügyért, egészségért és jó közérzetünkért dolgozóknak, a mindennapok során hozott áldozatos munkájukért. Szeretettel köszöntjük a bölcsöde munkatársait, mint a legapróbb gyermekek nevelésért sok-sok türelemmel és kitartással dolgozó szakembereket, akik nap mint nap a gyermekek gondját viselik, szeretettel nevelik őket. Az ő munkájukat segítő védőnőket, akik a legfontosabb összekötő kapocs a család, a gyermekorvosok és az intézmények között. Köszöntjük az idősek klubjának dolgozóit, akik a város időseinek napközbeni ellátását végzik, és olykor családtagként fogadják őket, lelkük orvoslásában, közérzetük jobbításában nagy szerepet játszanak. Köszöntjük a gyógyító munkát végző orvosokat, asszisztenseket, akik a mindennapos munkájuk során a város több ezer lakosával találkozva nagy feladatként, nagy felelősséggel törődnek velük. Ezt a munkát segítik a Budakalászi Egészségklub tagjai, akiknek céljuk pontosan a betegségek megelőzése, azok türelemmel való kezelése és lelki segítése. Az önök folyamatos helytállása, kitartása, együttérzése és mosolya nélkül az egészségügyi ellátórendszer
csak lelketlen nagyüzem lenne. Orvosként, asszisztensként, ápolóként vagy védőnőként napról napra, évről évre mérhetetlen fizikai és lelki erőről tesznek tanúbizonyságot, amiért százszorosan járnak a köszönő szavak. Köszönjük Önöknek! Attila ugye elmondta, hogy Önök és Önök nélkül hát Budakalász lakossága kicsit védtelenebb lenne. Ezt valóban így gondolom. Különösen most, hogy én is érintett lettem, mert ugye két pici gyermekem van, akivel sajnos múltkorában is sokat jártunk a kórházakban, és tényleg szeretném megköszönni azokat a munkákat, amit akár a kórházban, akár a budakalászi egészségben dolgozók tettek a gyermekeimért. Ezt csak személyesen, és tényleg köszönöm szépen. Budakalász város azon dolgozik, hogy Budakalászon jó legyen élni, és jó legyen dolgozni, és ezt bízom benne, hogy Önök is tapasztalják, akik az egészségügyben, az idősek klubjában, vagy pedig éppen a családsegítőben, vagy az mindenféle olyan területen dolgoznak, aki, vagy amely az egészségünkkel törődik, vagy pedig az időseinkkel, vagy betegeinkkel törődik. Ugye az egészségházat nem is olyan régen adtuk át, és azóta igyekeztünk nagyon sok fejlesztést végrehajtani benne. Épp doktor úr mondta az előbb, hogy köszönjük szépen a klímát, és sokkal jobb itt dolgozni. Szeretném mondani a védőnöknek, hogy ott is nem sokára meg lesz a klíma. Hol vannak a védőnök? Hadd nézzem őket. Ott vannak, és meg lesz a klíma nem sokára, úgyhogy ott is majd kellemes klímában lehet dolgozni. Bízom benne nem sokára. És akkor lassan csak a faluház marad, mert az Attila is mindig... Hát mondogatja nekünk, hogy nagyon meleg van a faluházban is nyáron. De ez így lesz, és akkor itt is majd megmondjuk ezt a kérdést. Az időseink, a gyermekeink, a fiataljaink azt gondolom, hogy Budakalászon jó kezekben vannak. Én úgy látom, hogy az az ellátás, amit Budakalászon kapnak, az messze jobb, mint az országos átlag. És én tényleg nagy szeretettel szeretném ezt megköszönni, és nagy tisztelettel mindenkinek. Az időseink gondozása, a gyermekeink gondozása nekünk nagyon-nagyon fontos. A gyermekeink azért fontos, mert ők a jövő, az időseink, ugye tudjuk azt, hogy ők pedig az apukáinkat, anyukáinkat, nagyszüleinket jelentik. Ezért nem is felejtettük el például az Erikáéknak most ugye idei esztendőben nagyon-nagyon szép és nagyon nagy munkát vállaltunk magunkra, hogy megújítjuk az egész házukat, az egész udvarukat, és bízom benne, hogy Önök, akik majd időnként eljutnak az Erikáékhoz, láthatják, hogy milyen nagyfokú változások lesznek ott, vagy vannak már most is ott. A képviselőtestület úgy gondolom, hogy minden energiát, amit erre a szakterületre kell fordítani, meg tudja tenni, és meg is teszi. Az egészségklub, amikor hozzánk fordult tavalyi esztendőben, hogy egy saját helyet szeretnének maguknak, azt gondolom, hogy értő fülekre talált, és azóta is ott vannak. Igaz, ők is kicsit melegben vannak, úgyhogy ha klíma kell, akkor majd jöjjetek. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt Önök is így érzik, akik velünk vannak és dolgoznak. A bölcsődében dolgozóknak is igyekeztünk az elmúlt időszakban nagyon-nagyon kulturált körülményeket teremteni. Az összes intézményünket igyekeztük felújítani, és bízom benne, hogy a Zsuzsi, vagy a bocsánat, a vezetőasszony ezt tudja, látja, a kollégáik ezt érzékelik és értékelik is. Úgyhogy én bízom benne, hogy Budakalász megteszi azt, amit megtehet, de ha vannak még mindig olyan kérdések, amik Önöket foglalkoztatják, és szeretnének, hogyha még jobb lenne, én kérem Önöket, mint ahogy idén is megtörtént, hogy a háziorvosok és gyermekorvosok is összeírtak egy pár listát, amik egy része megvalósult, keressenek bennünket, és hogyha olyan természetű, akkor a város vezetése, a város képviselőtestülete ezt tudja támogatni. Köszönöm az Önök munkáját, mindenkinek a munkáját köszönöm, aki itt van, és bízom benne, hogy jövőre is tudunk találkozni, azután is tudunk találkozni, erőben, egészségben. Az egészségklubnak köszönöm azt a heroikus munkát, amit azért végez, hogy minket óvjanak és prevencióra késztessenek bennünket, hogy vigyázzunk magunkra. És a Margó nénét én most nem látom, de ugye héten volt nálam és jelezte, hogy ez a kikérdezéses vizsgálatnak a vége felé járunk, és viszonylag jó a tapasztalat. A budakalásziak kedvesen fogadták az őket felkereső kérdező biztosokat, és én szeretném megköszönni ezt mindenkinek. A mai nap Önökről szól, érezzék magukat ma este, ma délután nagyon jól, és bízom benne, hogy a vacsora is finom lesz utána, és utána tudunk egy picit még beszélgetni. Ma este egy gyönyörű szép országba kalauzolom Önöket. Úgy hívják, hogy Rock'n'Rollia. Fogadják sok szeretettel. Mert az álom és a fények soha nem érnek véget. Álomba merült az álomváros, lehúnta ezernyi fényszemét. A felhőben nyúló luxus szálló, kiototta a neon nevét. A gyambik a sevében nyomnák a dugát, a hirtelen lokkol.
elnémította az örök szemét. Bambula, banda, negyedi bálon, a tízőt hangja tokkánakat. Stoppol a golyó, a ruhet keréken, a millió zseton a placon maradt. Színházban dolgozom, és akkor egy kicsit így elkapott ez a musicales szél, és az egészből azt akartam kihozni, hogy egyébként a simán ütjük az amerikaiakat, mert olyan számokat írnak a magyarok, ami fantasztikus. Én például én nagyon szeretem a Hófehérke című musicalben, én játszhattam a szép szőke herceget. Ja, és köszönöm a fiatalt, hogy úgy mondták, hogy fiatal. Ez nagyon jól esett. még éppen beletartozom. De én játszhattam a szép szőke herceget, és Mészáros Laci írta a dalokat, és szerintem fantasztikus, olyan musical, ami igazán popos, mint a We Will Rock You, meg az összes olyan pop musical, ami igazán mai is, és nagyon megállja a helyét. És hát van egy dal, ami egy szerelmes dal, és nem túl gyors, de szerintem nagyon jó. És hát most ez elég aktuális az én életemben. Szóval rengeteget beszélek, ugye ezt már mondtam, és borzalmasan sokat beszélek. De az a lényeg, hogy az egésszel azt akartam mondani, hogy ez egy szerelmes dal, és én akárhányszor mostanában kettő vagy három hete mindig fölkelek, és ránézek, úristen, mi ez itt a kezemen, így égeti az ujjamat. Hát igen, én is megnősültem, hogy apám mondaná gyerekfejjel, ugye? Köszönöm, de na így kell kirángatni a tapsot, igen. Nem először énekelt Budakalászon, a népszerű előadó művész Solti Ádám, aki saját számokat is hozott a közönségnek. Ma a Semmelweis napon mivel készültél az ide látogató közönségnek? Rengeteg magyar dalt hoztam, és remélem, hogy fog nekik tetszeni, és biztos vagyok benne, hogy igen. Én inkább a pop zenéket szeretem, a magyarok közül rengeteg musical tudok, úgyhogy inkább most musicalek lesznek. De próbálkoztam azért a popos musicaleket választani, hogy mindenki szeresse. Említetted, hogy valami nagy dologra készülsz a pályáddal kapcsolatban. Mi lesz ez pontosan? Egy zenekart verbúváltam össze, és ez egy elektropop zenekar lesz, és hát angolul fogom az első két dalt énekelni, és szerintem lesznek magyar dalok is. A zeneszerző páros igazából amerikai, azért nehéz a dolgom, mert ők nagyon akarják, hogy amerikai legyen, itt meg ugye az emberek egy idő után fogják igényelni, hogy ez magyar legyen, úgyhogy szerintem lesznek magyarok is mindenképp, de elektropop zenekar, és a napokban kijövünk szerintem az első dallal, úgyhogy remélem, hogy
hogy fog tetszeni mindenkinek. Én ebbe biztos vagyok, viszont nem először jársz már Budakalászon. Milyen az itteni közönség? Az itteni közönség, nagyon szeretem. Rendkívül viccesek és nagyon jó fejek voltak, és nagyon szeretek, hál' Istennek. Te mit teszel az egészséged megőrzéséért? Rengeteget. Korábban még többet tettem az egészségemért. Most egy picit alább adott ez a dolog, mert tudom fura, hogy az ember mindig arra fogja, hogy jaj, nincs idő, meg, de most tényleg nincs. Tehát ugye most hagytam el a sorozatot, és az életemnek egy olyan szakaszám vagyok most túl, amiben nem fér bele igazából annyira a sport. De azért próbálkoztam, hiszen az új zenekar meg igényli, hogy legyek kicsi sportosabb, meg kicsit ilyen izmot fel kell szedni. Hát karban tartom magam mindenképp. Szemülvesznap alkalmából adják át Budakalászon a legrangosabb egészségügyi elismerést, a budakalászi polgárok egészségéért díjat, amit idén egy gyermekorvosi asszisztens Sós Ildikó vehetett át. A hagyományokhoz hülyen ezen a jeles napon kerül sor az önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések és elismerések átadására. A díjak mindig az eddig végzett munka, tevékenység méltatásáról, az elismerésről, motivációról, köszönetről és ösztönzésről szólnak. A budakalászi polgárok egészségért díj átadása következik. A képviselőtestület által 2009 évben alapított díj adományozásával a város vezetésének célja és szándéka, hogy ne csak elismerje, hanem ösztönözze is a településen élő és dolgozó szakembereket, akik munkája nélkülözhetetlen a lakosság egészségmegőrzése, jó közérzete érdekében. A beérkezett javaslatok alapján Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete 2019 évben a budakalászi polgárok egészségéért díjat Sós Ildikó részére adományozza. A díjat Rogán László polgármester és Ercsényi Tiborné alpolgármester adja el. Nekem igazából mindenki a kedvencem, mert belépek a váróteremben, és akkor én ott önmagam adom vidámságot és családias légkört, tehát én nem tudnék kimondottan példát mondani, mert mindenkit szeretek egyszerűen. Azon vagyok, hogy vidámság legyen abban a rendelőben, és mosolyogjanak a munkám mellett, amit szeretek. Nagyon komoly munka, tehát ezt csak úgy lehet ilyen elhivatottsággal csinálni, mert mivel ugye mindig a gyerekeket szerettem, meg eleinte én szülészőnek készültem igazából, de amikor kikerültem itt körzetbe, egyszerűen nem tudom, álomba kerültem, mert azon voltam, hogy gyógyuljanak, vidámak legyenek, és ez hihetetlen. Az egészség közös ügyünk. Sokan évtizedek óta dolgoznak a szakmában, a városban élők egészségének érdekében. A mai nap során szeretettel és tisztelettel köszöntjük azokat a további személyeket, akik jubileumi 25, 30, 35, 40 éveket töltöttek el. Részükre Rogán László polgármester úr nyújt át egy-egy virágcsokrot, illetve egy palac bort, illetve egy pohárkészletet. Mert ez nem látszik a csomagolás miatt, úgyhogy el kell mondanom. Lakatos Józsefné 30 év idősek klubja. Nagy Andrea 30 év bölcsöde. Villám Zsuzsa, 35 év, bölcsöde.
És ami még nem volt, Sós Ildikó 40 év gyermekorvosi rendelő. Gál Kati, 40 év. Dr. Sulyok András, 50 év. És egy különleges pillanat, Tőzsér Józsefné Magdi néni, 60 év, ami vas diplomát jelent. Büszke vagyok rá, azt kell, hogy mondjam, hiszen 40 év azért az egy hosszú idő, és sok tapasztalatot gyűjtöttem, sokat tanultam, a mai napig tanulok a betegektől, a kollégáimtól, és hát ez egy nagyon jó érzés, hogy még két lábon épp elmével tudok dolgozni. Szeretném, hogyha a praxis közösség úgy zárulna, hogy azt elkezdtük, amilyen lendülettel, és ezt végig tudnánk a másfél évet csinálni, és valami újat hozni ebbe a nehéz egészségügyi helyzetbe. A gyermekektől egészen a felnőttekig fontos az egészség megőrzése, és azoknak a szakembereknek az elismerése, akik ezért nap mint nap tesznek. Kimondani is nehéz, főleg azért, mert azért most már a 35 után a 40-hez közeledem, de ez a 35 év azért három részre oszlott. Kettő éve vagyok a bölcsödében, ami hasonló társ szakma mindegyik, az általános iskola is, illetve az önkormányzati oktatás, kultúra, sport területén végzett munkám, és itt most a bölcsöde, amit olyan jutalomjátékként élek meg, amit bízom benne, hogy a nyugdíjas évekig nagy boldogan, örömmel fogom tudni a kollégáimmal együtt eltölteni a hátralévő időt. Az ünnepség végén a város alpolgármestere Ercsenyi Tiborné mondott pohárköszöntőt. Én hadd mondjak köszönetet a munkátokért, mindenkiért külön-külön. A Gál Katinak már megköszöntem, hogy idén az életemet mentette meg éppen. A többieknek is nagyon-nagyon jó pihenést, kellemes nyarat, sok-sok egészséges embert, egészséges gyermekeket, vidám öregeket. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó pihenést, jó nyarat kívánok. Isten éltessen benneteket ezen a mai szép napon. Egészségetekre! Az est közös vacsorával beszélgetéssel zárult, hogy hétfőn megkezdődhessen újra a munka. Sokféle tematika köré épülnek a nyári táborok a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. Hogy mikre készülhetnek a gyerekek, nézzük meg együtt. Nem csendesedik el nyáron sem a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár. A gyerekek veszik birtokba, akik különböző nyári táborokon vehetnek részt idén is. Hogy mit kell ezekről a napközis táborokról tudni? Azt a Művelődési Ház munkatársától kérdeztük. Kelem Balázs, aki minden évben sporttáborokat szokott nálunk szervezni, ő majdnem egész nyáron itt lesz a gyerkőckékkel. Idén is sporttáborral készült, ahol, ha jól tudom, gokártozni fognak a gyerekek, strandolni, pingpongozni, focizni, tehát minden, ami a sport fogalom köréből beletartozik. Emellett a Gólyafészek Alkotó Műhelye nyár végén szintén eljön egy hetes tábor, ők már voltak a nyár elején, és a táboruk is nagyon jól sikerült. Aztán lesz szövőtáborunk,
Kismihók Erzsi, a Liza varró és alkotó műhelyjel eljön hozzánk, és varrótábort fog csinálni a gyerkőcökkel, illetve lesz még legótábor, ami nagyon izgalmas, hogy a legózás minden fortéját el tudják sajátítani a gyerekek. Folyamatos egyeztetést igényel, hogy a kocka, a sport, a varró és a többi kreatív tábor is megférjen a faluházban, ahol már el is kezdődtek a programok. Ha több termünk lenne, akkor biztos vagyok benne, hogy még több táborunk lenne. Igazából a termeink kapacitásához mértem próbáljuk kihasználni a nyári időszakot a táborokra, de tehát most is azt tudom mondani, hogy minden héten minden termünk foglalt, úgyhogy nagyon, nagyon ki van használva a ház ilyen szempontból is. A táborok mellett más nagy programot nem szerveznek a nyárra a közösségi térbe, ahol több minden is megújul majd a következő hetekben. Ha olvasással szeretné szabadidejét tölteni, akkor érdemes figyelemmel kísérnie a könyvtár nyári nyitvatartását. Adásunk végén következzen a programajánló. Bár azt gondolnánk, hogy szeptember még messze van, már most érdemes jelentkezni a lecsófőző versenyre a csapatoknak, ahol mindenféle kísérő program várja majd a látogatókat, úgy mint kézműves foglalkozás és zene. Ne feledjék, hogy ez is a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban lesz. Mára megköszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!